Kedden az esőben is munkagépek dolgoztak itt a Híd utca és a Knézics utca által határolt területen. A korábban bozótos, elhanyagolt részt tették rendbe a Győr-Szól szakemberei. Néhány hete a szomszédos panzió tulajdonosa e-mailben jelezte a problémát Borkai Zsolt polgármesternek, aki gyorsan reagált is a környékbeliek mellett a turistákat is zavaró rendetlenségre. Hanekem László szerint a város első embere korábbi ígéretét tartotta be ezzel, a tereprendezés pedig az egész városrész javára válik. Összességében ez a teret, hogyha fölülről is megnézik most, hogyha ez itt ki van takarítva, mint ahogy a mögöttem lévő rész most mutatja, akkor ez egy nagyon szép, szemnyugtató környezetet fog biztosítani az idejövőknek. A lokálpatrióta vendéglátós abban bízik, hogy a füvesítést követően néhány pad is kerülhet majd az élményfürdő melletti részre. Ez nem csak az itt lakóknak, de a turistáknak is jól jönne, hiszen a Győrbe érkező kirándulók döntő többsége nem csak a belvárosba, de a fürdőbe is ellátogat, és egyáltalán nem mindegy, hogy a vendégek milyen emlékeket visznek haza magukkal az egyre szépülő folyók városából.